Jövő év májusában egy olyan szerződés aláírására készül Magyarország is, amely alapvető hatással lesz a magyar emberek egészségére. A magyar emberek és a magyar gyerekek a mi családunk egészségére. Ugyanis lehetővé teszi a WHO számára, hogy bárhol, bármikor egy kényszeroltási programot elrendelje Magyarországon, ahol eldöntheti azt is, hogy milyen vakcinával oltják az embereket kötelező módon. Arról a WHO-ról van szó, amelynek az elnöke korábban terrorista szervezetet vezetett, arról a WHO-ról van szó, amelynek finanszírozói 80%-ban a vakcinagyárak, például Bill Gates, és mások mellett arról a WHO-ról van szó, amely eddig is a korábbi COVID kényszeroltási tervezetét, kényszeroltási programját megpróbálta megvalósítani. Ezt szeretnék újra folytatni, amit korábban elkezdtek. Ezért fontos, hogy mondjunk ellent, álljunk ellent ennek a WHO szerződésnek, akinek fontos a gyereke, a családja, az unokái egészsége, és fontos az, hogy ne vezethessenek be egy kényszeroltási programot, az mondjon nemet a WHO szerződésre. A WHO, a Világ Egészségügyi Szervezete ajánlásokat fogalmazott meg a tagországok számára. Sajnos a tagországok kormányai ezeket kötelező hatályú intézkedéseként vezették be szerte a világon. Ilyen volt a kijárási korlátozás, a zöld kártya bevezetése, a folyamatos oltási kényszer és az állandó maszkhasználat. Azóta sem kaptunk semmiféle visszajelzést arról, hogy ezeknek milyen káros hatásai vannak. Stop WHO, stop Gebrejezus. A WHO pandémia szerződése minden magyart érint. Eddig is láthattuk a Covid alatt, hogy milyen megkérdőjelezhető intézkedéseket hozott a WHO. Elég csak a maszkra gondolnunk, vagy a kísérleti oltásokra. Mindig az a vége, hogy az emberekre olyan intézkedéseket kényszerítenek, amikről senki nem döntött, amikre senki sem szavazott, és olyan szervezet, akiket senki sem választott meg. Úgy gondolom, hogy az Egészségügyi Világszervezet a WHO által elfogadtatni kívánt szerződés több kérdést és kételyt vet fel. Korábban megtapasztaltuk az indokolatlan lezárásokat, oltásokat, melyek ugye bizonytalan eredetűek, keveset tudunk róla, akárcsak mint a vírusról. A digitális oltási igazolvány bevezetése is kétségeket vet fel, kicsit olyan adatgyűjtőszerű. A WHO pandémia szerződését a magyar kormány elfogadja, gyakorlatilag azt a nemzetellenes és szabadságellenes tevékenységet fogja végrehajtani, amit egyébként már elkezdtek 2020 óta, és olyan bizonytalanságba fog torkollani, ami beláthatatlan következményekkel jár. A maradék szabadságjogunk és az egészségügyi önrendelkezés jogunk is teljesen meg fog szűnni, és nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy idegen emberek döntsenek a mi egészségünkről és a jövőnkről. Stop WHO, stop Gebrejezus! Tájékoztatni kell az embereket arról, hogy mit tartalmaz ez a szerződés. Hogy a szerződés aláírásával mire jogosítjuk fel a WHO vezetését. Arról, hogy a WHO-t a gyógyszergyárak finanszírozzák, az ő érdekük pedig nyilvánvalóan az, hogy minél több oltást adjanak el a kormánynak, és minél több embert oltassanak be. Nem kétszer-háromszor, hanem innentől kezdve folyamatosan. Előtérbe fognak kerülni az oltási igazolványok is, és ennek a segítségével elérhetővé válik az emberek feletti totális kontroll. Fel kell hívni a kormány figyelmét, hogy a pandémia szerződés kötelező elemeit nézzék át alaposan, nehogy az hátrányosan érintsék a magyar állampolgárokat és a magyar gazdaságot. Úgy érzem, hogy a WHO pandémia szerződése nagyban befolyásolja negatívan a sajátunk és a következő generáció jövőjét, éppen ezért nagymértékben ellenzem. Annak ellenére, hogy a WHO Egészségügyi Világszervezet a jelenlegi vezetője Tedros Ghebreyesus semmilyen orvosi végzettséggel nem rendelkezik. Ellenben az ő nevéhez kötődik egy marxista terrorista szervezet, aki több fegyveres mészárlást hajtott végre, illetve az ő lelkén száradt több ezer etiópiai ember halála, akik az ő egészségügyi intézkedéseinek következtében haltak meg. Etiópiában életfogytiglanra ítélték, illetve a Hágai Nemzetközi Bíróság is vizsgálódik ellene. Legfőbb pénzügyi támogatója a kínai kommunista párt és Bill Gates. Azt hiszem, ez mindent elmond róla. Stop Ghebreyesus, stop WHO! Állítsuk meg a WHO világhatalmi törekvéseit, ne hagyjuk, hogy elvegyék a nemzetek önrendelkezési jogát, főleg ne itt Magyarországon. Stop WHO! Ezért is fontos, hogy november 5-én, vasárnap, délelőtt 11 órakor minél többen legyünk ott a Kossuth téren, hogy együtt tiltakozzunk a WHO szerződés, a WHO pandémia szerződés ellen. Stop Bill Gates, stop WHO, stop Ghebreyesus, mondjunk nemet a kényszeroltási tervvel. Legyen ott mindenki, akinek
fontos a gyerekei, a családja egészsége.